Búcsúztatják az évet az újfehértói bölcsődések. Mindannyian szépek, egészségesek, azonban ebben a korban, mivel immunrendszerük még nem elég erős, gyakran szenvednek felső légúti betegségektől. Ilyen például a vírusos nátha, a középfülgyulladás, az alsó légúti fertőzés vagy a hörgőgyulladás. Ezért is döntött úgy a játékvár bölcsőde és játszóház, hogy felújítják régi sószobájukat, az új szobát az évzárón adták át. A megváltozott környezeti hatásokra egyre jobban tapasztaltuk bölcsődénkben, hogy a gyerekeknek a hurutos megfázásos tünetei, köhögéses tünetei, náthás tünetei nehezebben múlnak el. Ugye gyakori otthonlét után, hosszú terápia után, gyógyszeres kezelés után is még folyik az orruk, dugul az orruk, nem tudnak nyugodtan játéktevékenységet folytatni, nem tudnak nyugodtan aludni, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk segíteni a gyerekeknek, illetve a szülőknek is, mert nyilván erre nincs lehetőségük, hogy ilyen körülmények között terápiát biztosítsanak otthon a gyerekeinknek, és igazából ez motivált minket, hogy a meglévő sószobánkat felújítsuk. A szobában sótéglákat helyeztek el, valamint egy homokkozóhoz hasonlító sósarkot is kialakítottak, ahol kedvükre játszhatnak a kicsik. A sószobában egy speciális mikroklíma alakul ki az elpárologtatott sónak, illetve a szárazon borlasztott sónak köszönhetően, aminek van egy természetes fertőtlenítő hatása, ami segít a baktériumok, vírusok elpusztításában mind a szoba levegőjében, illetve a száraz sóterápia következtében egészen az alsó légutakig lejuthatnak ezek a sórészecskék, amelyeknek tehát van egy fertőtlenítő hatása, egy természetes gyulladás csökkentő hatása, illetve a légúti betegség ezt társuló fokozott váladék képződésnek során képződött váladék kiürülését is elősegítheti. A bölcsőde szülői, valamint alapítványi támogatásból alakította ki az új sószobát, amelyet 48 gyermek használhat majd minden héten kétszer.